Kisles. Sziasztok! Ez itt a Kisles második évadának második epizódja. Ne mutogassál, mert már videóban is ott vagyunk. Ja, bocsánat, a pillanat. Véletlenül valaki megnézi, ugye? Tehát, a múlt alkalommal ott hagytuk abba, aztán nem röhögtünk ennyit a múlt alkalommal, ez nem volt annyira vicces, mint a Gebei Petivel a vakolás. Akartam mondani, mert nem volt itt a Gebei Peti. Igen. De a múlt alkalommal ott hagytuk abba, hogy tippeltünk három mérkőzésre. Tom fölírta az eredményeket. Léci, oszd meg velünk, hogy mi történt. Parádi történt. Rögtön ugye a fordított Eli Albinál. 4-3-as, de az sikerről tippelt, 3-4-es Ferencváros sikert. Szarvi azt mondta arra a mérkőzés, hogy 2-5. Folyta azt mondtad, hogy 4-2. De aztnak ez ült. Illetve én azt mondtam, hogy hosszabbításban 5-4-re nyer a Deac. Meg is történt, de csak 4-3-ra. Úgyhogy egész jól sikerült. Evezzünk át egy kicsit a Bet at Home ligára, vagy Bed and Home. Otthon fekszel az ágyban és nézed. amúgy meg ájszika, igen. Így van. A Grácz volán, ugye? Azt mondja, Albi 5-3-at mondott a Grácznak, az gólarányban tekintve ült. Szarvi egy gól, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy gólszegény mérkőzésen. 2-1-es. De várjál, de azért azt ne felejtsd hozzátenni, hogy én megmondtam, hogy jól tippelek. Hát én úgy kezdtem. De ez nehéz lenne titkolni legalábbis előttünk. Hoztam a kötelezőt, vagy hogy hoztak. Itt jön a csúnya része, hogy a FOM meg egy teniszmeccsel elvitte egy teniszettel 6-4-re teli találatba. Jó, mondjuk ez a vaktyúk tipikus eset. De hogyha tenisz eredményre vágytok, akkor kérdezzetek engem bátran. Én meg 4-3-as volán vezetésnél nagyon boldog voltam. Aztán még volt hátra a meccsből egy kis idő. A 3-4-es tippem nem ült annyira. És akkor ma volt ugye frissen melegében a Fradi Mac. Hát ott mindenki Fradi győzelmet tippelt, de én voltam az egyetlen, aki telibe találta 5-4-jel. Nagy vagy. Ugye? És ha a pontokat mondanánk, ami alapján játszottunk, akkor most 2-2 pont Albinak, Szarvinak, Foe. Még mindig 5 pontja van az Albinak, csak mondom. Ja, 5 próbálkozik. Kezdtem külni, hogy harmadik vagyok. Még nem húztam át itt az összesítésben a hibámat, jó? Na, tehát 5, Szarvi 2, Foe 9, és én 8 ponttal. Ha játszanánk a játékot. Ha játszanánk, de nem játszunk, csak úgy írjuk az eredményt, aztán a végén majd eldöntjük, hogy játszunk-e vagy sem. Nem, így van. Nem. De figyelj, azért 2 teli találat 3 meccsen, tehát... Igen. De ettől függetlenül hangsúlyozzuk, hogyha valaki tipmixel, akkor ne ránk hallgasson. De én mondtam, a négyen együtt kurva jól tippelünk, vagy nem kurva jól, de négyen együtt elfogadhatunk. Figyelj, a múlt alkalommal igen. Tehát elmondta az Albi, hogy a 61% az pont 11%-kal több, mint a vagy igen, vagy nem. És négyen együtt sikerült 61%-on eltalálnunk azt, hogy ki nyer. Tehát, hogy nem a gólarányt, meg hogy ki nyer. Hát de ne haragudj, most meg 2 teli találat volt. Hát erős kezdés után majd... Játszani, az válogassa ki ezekből az eredményekből, meg szimpatikus neki. Nem kell, csak 3 kép volt, tehát a szarvét eleve hagyjuk. Na. Az arra jó, hogy azt te. Na, hát, gyorsan egy picit csapjunk. Gyertek, csapjunk a lovak közé, mert nem kis, mondjuk úgy, hogy meglepetésünk van a mai epizódban, viszont addig el kell jussunk, hogyha kronológiai sorrendben megyünk, akkor volt péntek délelőtt egy... Délelőtt?
Nem délelőtt volt? De, reggel 8:30 vagy valami ilyesmi. Valami péntek délelőtt volt egy Újpest-Vasas mérkőzés. Korán reggel. Mérkőzés, amiben a minimum érdekesség az az volt, hogy 3-3, tehát döntetlen lett. Ember emlékezet óta nem lett döntetlen jégkorong mérkőzés, de ez itt végeredményként lett kiáltva. Illetve volt egy... Bajnokok ligája meccs volt, ott van döntetlen, oda-visszavágós részben. Igen, ott már igen. Ott volt egy nagyon szép gól. Albi, te ezt láttad? Így, igen. Tehát mindenkinek javaslom, hogy a YouTube-on keressen rá, és nézze meg a Vasas harmadik gólját, mert egy remekbe szabott csellel indult a jobb szélen. Nagy, egy ilyen lábok között áthúzós csellel indult meg, és úgy adott középre, abból lett a gól. Tényleg szép gól. A bal szélen ment el? Jobb. Jobb szél. Attól függ, honnan nézel. Védőfog a bal. A Duna folyásával egyre. Minden szemszögéből a bal szél volt. Mindegy, a harmadik, most néztem meg egyébként, én is csak a harmadik harmad elején, második perc környékén van. Aha. Erről a meccsről kb. Ennyi. Örülünk, hogy az Újpest visszatér a pályára. Jó lesz. Rohadt korán volt. Hát nem is nekünk szólt ez a mérkőzés, hanem tényleg egy kicsit gondolták, hogy hamarabb kellnek, mint a vírus. Megpróbálják megletni az ellenfeleket. Aztán péntek este már végre majdhogy nem nagy üzem volt, sőt, akinek volt 8,5 ajrója erre, akkor az nézhette is, ez is ember emlékezet óta nem volt ilyen, hogy volán idegenbeli mérkőzést, akár fizetősen, akár nem, ha nem lopott cuccal, de láthattunk. Én bevallom őszintén, én nem láttam, de az eredményt meg telibe találtam. Tehát, ugye azt olvashattuk, hogy sajnos ott is felütötte a fejét a vírus, 14 mezőnyjátékossal sikerült tulajdonképpen elutazni, hát ahhoz képest, amíg bírták a lábak, addig nagyon... Ezért nem lett a tippem. Hát ez tulajdonképpen elég jó játszani az eredmény alapján. Nem tűnt rossznak, igen, és ez a kanadai srác is elég jó húzásnak tűnik, sőt, hát ugye Csanival elég jól megértették ott egymást. Ezt a másodedző is kiemelte az interjúban, vagy a meccs értékelésben. Szerintem az a meccs egyébként világrekord, ahogy írtam is nektek, nem tudom, valami statisztikussal meg kéne ezt nézetni, mert háromszor... Spiller István lesz ő. Háromszor történt olyan, hogy egy percen belül oda-vissza gól. Volt egyszer 29 másodperc, volt egy 33, meg volt egy 40 másodperces. Uh-huh. Tehát ilyen azért ritkán van. Szerintem olyan, hogy háromszor egy meccsen, olyan... Még lehet, hogy a Spiller se tudná, hogy mikor volt ilyen. Fejből tudná, hidd el. Akkor a Hajdubó. A Fradi meccsen azért megpróbálták ugye ma követni ezt a példát, egyszer sikerült. A Volán meccsről, hát ugye olvastuk az összefoglalót, meg a mérkőzés tudósítást, sajnos nem láttuk egyikünk se, úgyhogy én nem gondolom, hogy sokkal több szót érdemel ez a mérkőzés most a részünkről. Az a 8,5 euróról volt még a így a közösségi médián láttunk hozzászólásokat, és ilyen is, olyan is, sok, nem sok. Szerintem egy kicsit sok. Egyébként szerintem egy kicsit sok, én nem biztos, hogy fizettem volna érte annyit, de nem is vagyok fanatikus Volán szurkoló, hogy nézzem, Gráci meg főleg nem. De Franz se tudja. Szerintem egy hangyány fölötte van, mint. De végül is elfogadható. Hát én abból indulok, hogy itt egy Manchester meccse 19-20 font egy meccs egy. Nem fociról beszélek ékkorongról. Igen, értem, csak ehhez képest most ez... Igen, csak tehát az inger küszöb, az mindig ott van, ahol éppen aktuálisan te érzed, hogy kifizetnél érte annyit, vagy sem. Hogyha azt nézzük, hogy tulajdonképpen vakrepülés lett volna, fogalmunk nem volt, semmilyen információnk nem volt arról, hogy milyen közvetítés lesz, hogy germán nyelvű lesz, vagy lengyelül fognak beszélni, vagy a hazai kommentátor, mint ahogy itt az RST-ben tavaly megszoktuk,
fogja a Gránci gólnál szétüvölteni a fejünket, és sajnálkozni a Volán gólnál, vagy hány kamerás, semmit nem tudtunk róla. Bízhattunk benne, hogy befizetjük azt a pénzt, és egy minőségi közvetítést kapunk érte. Ha az összefoglalót, ha veszem alapul, akkor igen, egy minőségi közvetítés volt, és ha jól hallottam az információim jók, akkor angolul ment a kommentár. És egész jó kiejtése. Magyar nevek kiejtésével. Igen, tényleg. Valaki említette is. Valaki írta. Igazából nem tudom most az osztrákoknál, hogy van nézőszám korlát? Mennyien mehetnek be egy meccsre? Bossz. Gondolom hát, van. Ugye, meg azt se tudom ebből a közvetítés, tehát az online stream, hogy kap-e a Grácz bevételből. Ja, volán egyáltalán. Igen, tehát lehetett volna. Az a baj, hogy nem volt elég információnk, tehát egy kicsit több tájékoztatást esetleg, bár lehet, hogy minden nagyon esetleges volt még péntek délelőtt is. Nem tudhatjuk. Én aljasabb leszek, ha nincs ugyanabban az időben a két másik meccs, akkor lehet, hogy megnézem. Így a másik kettőt választottam. Ja, Miskolc. Meg nem volt több média eszközöd, amin nézed. Az meg a másik. Mondjuk egy hazaszerepom a meccs elejére. Az a baj, hogy pénteken nekem is gáznap volt, úgyhogy legalább volt közvetítés, és aki akarta, és tényleg nem sokat, az meg tudta nézni. Így van. Amúgy valaki bedobta azt is, hogy hárman, négyen összeállnak, akkor már nem sok pénz. Igen. Na jó, figyelj, sokat jó. Nem láttunk abból a meccsből, viszont le a kalappal a Volán előtt. Minden, mindenképpen. Ja, meg apropó, az az öreg finn légiós. Az öreg, akit leöreg. Igen, az a szar öreg. Igen, ha Kakkonen, Kökkönen vagy. Egészség. Gyorsan kettőt pattintott. Hát meg azért szerintem ott azért sokat fog dobni az is, ha fölépül az első számú kapus. Igen. Nem csípem, de szerintem igen. Biztos, hogy nagyot, hát egy stabilitást tud adni a védelemnek. Hát meg, tehát akárhogy nézzük, azért 14, 13, 12, akárhány játékossal lehozni, 20, 22 helyet, az nagyon meleg. Tehát az lehet bírni a 10., a 20. vagy a 50. percig, de hogy 60 percen keresztül nem bírod, de lehet, hogy most éppen még, de jövő hét pénteken már beleállnak a jégbe a második, harmad közepén. Hát, de az, hogy 4-3-ra vezetsz Grazban. Igen. Ez egy-két meccsig szerintem tök jó, mert a játékos élvezi, hogy sok a jégideje megy. Csak tényleg, ahogy mondod, ez... Utána kérdezd meg. Igen. Majd a következő meccsen ennek kiír a hátra. Erről volt egy nem idevágó, és nagyon picit elkalandozok. Még a valamelyik Tampa meccset néztem, de még nem itt a nagy döntőbe, két héttel ezelőtt, nem tudom mikor. És ott ugye írják azt is néha, hogy épp a shiftbe mióta vannak bent. És ott ugye magasan ez a Viktor Hedman szokott lenni, aki a legtöbbet bent tölt, de volt a legutolsó shiftjében 1 perc 45. 1 perc 45 másodperc, de a Pali utána már tényleg úgy porizott le, így lökték le. Tehát így tolták, hogy... Tehát akkor semmi már erőléte. Semmi akkor erőléte. Már ő is lihegett, bazd meg. Tehát mondjuk úgy, hogy ott van, ő is elfáradt. Ilyen 1.45-öket bent lenni, az nem egészséges. Á, nem. Evezünk át Miskolcra, igen. Volánnak sok sikert, szurkolunk nekik nagyon, és jobbulás minden érintetnek. Miskolc, megint Albihoz fordulunk, mert ő volt az, aki helye közel végig tudta nézni ezt a mérkőzést. Nekem nagyon tetszett, főleg a Miskolc-Volán operett hoki után, ez nekem egy ilyen PO szagú meccs volt. Kemény testjátékkal, oda-vissza hokival, nagyon-nagyon jó kis meccs volt. Tetszett. Jó. Elvesztettük. Nem, te vesztetted el magadat már megint. Na, most stabilan működök. Ja, jó, vagy mit vesztettünk el? De megszakadt az Albi. Jó, mindegy, nálunk még megvolt. Megvolt, én abból a meccsből a utolsó jelenetet láttam, pont olyan magukban, amikor beverte a győztes gólt. Egy ilyen 4-3-as szitu lett, ha jól emlékszem, emberelőnybe ment a hosszabbítás. Szakértőzzek, 2-1 lett, milyen 4-3-ról beszélsz?
Azon is ezt találtak, hogy csináljunk ilyen. Én beszélgeztünk a gépkorongról. Na mindegy, is emberelőny volt. 4-3 ellen mentek, még egyszer mondom. És szépen a hosszúba egyik kapcsúból. Ja, reméljük a Miskolc jól lesz. Ja. Én a Miskolcot mindig is azért szerettem, főként a extraligás szezonjában, még mindig annak ellenére, hogy viszonylag jó, ugye pont mai hír, hogy egy elég jó kis AHL-es múltan rendelkező csatárt igazoltak. De hogy... Ja, már 29 éves. Ja, hát már egy öreg. Arra a kis lett, vagy litván gyerekre leszek kíváncsi, aki kölcsönben van AHL-ből 23 évesen? Na, tehát, na ő mondjuk... Nagyon jó dolgokat csinál. Ő meg tényleg öreg. Tehát ő meg tényleg... Nem, vele az a baj, hogy ő nem marad. Hát igen. Meddig van itt? Október, november? Valami ilyesmi. Ja. Minden esetre, tehát én nekem azt tetszik mindig a Miskolcban, hogy azért ők viszonylag komoly magyar neveket is fel tudnak vonultatni, és meghatározó játékosokká tudják ők kinőni magukat, akár annak idején a MOL ligában, akár most a Tipsportban tavaly, most idén mi lesz? Tipos? Az. Tipos liga. Na és akkor térjünk át Miskolcról, menjünk így kicsit a szomszédvárba, Debrecenbe. Ugye volt egy Deac Fradi, ahol ugye a Fradi első mérkőzését játszotta ebben a szezonban. Első tétmeccsét. Hát... Tanulságos megkérdezzük, de én nekem az az érzés, tehát 3-0-ra vezetett a Fradi, úgyhogy sem a statisztika, sem a játékképe nem volt ekkora különbség. De úgy hátradőltem én is, mint ahogy az volt picit az érzésem egy ideig, hogy a Fradi is hátradőlt. Hát ezt már tudjuk az igazi szakértőktől, hogy ez a legveszélyesebb eredmény, ez a 0-3 vagy 3-0. Így is lett. Így is lett. PlayStationben is veszélyes. Az mindenhol veszélyes. Az mindenhol veszélyes. Ettől függetlenül azért az egyértelműen látszódott, hogy nincs játékban a Fradi, sokkal inkább játékban van a Deac. Hetényi Zoli megint elképesztően jól védett. És hát az, ami nekem nagyon feltűnt, és hát valószínűsíthetően nem kell ehhez nagyon nagy szaktehetség, vagy szaktekintélynek lenni, hogy megállapítsuk, hogy igen, tehát ugye hogy nagyjából a 30. perc tájéken elfogyott a Fradi. A lábak már nem mentek. Így van, de hát ezt tudjuk az okát. Tehát igazából nem. Szerintem a meccs elején tényleg bennük volt ez a de kedvünk van már játszani, meg végre meccs, ment is, aztán, ugye, ahogy mondod, túl elfogytak. Igen. Hát elfogytak. Ugye, ennyi. De igazából tényleg megérdemelte a Deac, jobban küzdöttek, és ahogy hát én sose fogom szerintem jól kiejteni a debreceniek edzője nevét, Dávid, tehát nem is fogom kimondani a... Musiára gondolsz? Musiál. Tehát, hogy ő 1-3-nál, vagy 2-3-nál, már 1-3-nál azt nyilatkozta, vagy úgy nyilatkozott, hogy 1-3-nál már érezte, hogy jövék a lélektani fölény, és be fogják darálni, és végül is hosszabbítást be is húzták. Igen, tehát ez látszódott, hogy ott a Fradi talált 2-3 gólt, ami jól kidolgozott támadás volt, meg ami szépen megcsinált helyzet volt, azt a Hetényi védte. Mondjuk nem voltak csúnya gólok azok sem, amiket lőtt a Fradi, de tényleg egy picit ilyen váratlanul szerzett 3 gólos vezetést a Fradi. Aztán a Deac egyszer csak betalált, és onnantól kezdve egy picit, mintha felszabadultak volna a hazaiak. Szép számú nézőközönség előtt. Nekem tetszett az a mérkőzés. Így van. Aztán jött a pihenőnap, és utána a mai mérkőzés. Mai mérkőzés, ahol az a szerencsés helyzet adódott, hogy Tom. Így van, jelen voltunk Gebei Péter oldalán. Meghívott minket, és most én éltem ezzel a lehetőséggel. Együtt néztük végig a meccset a VIP szektorból, de nem ketten voltunk benne, nagyon sokan voltunk a meccsen. Ez az első pozitív, amit szeretnék kiemelni, hogy ahol lehetett, ott mindenhoz néző volt.
a másik, meg ugye meccs előtt kicsit körbe mentünk, beleugrunk a meccsbe, elmondani, mi történt, lementünk a zsűri asztalhoz, megmutatta a gólbíró rendszert, hogy működik. Na, nem mi voltunk a képernyőn? Nem mi voltunk a képernyőn, de nagyon, nagyon, nagyon korrekt is műszer, a kis koffer, benne a kijelző, különböző kamerák beállítva, és ott tekergetett jobbra-balra, és nagyon érdekes, hogy aki ül ott mellette, bármi történik a meccsen, épp a felvételben úgymond egy tüskét le tud tenni. Nem olyat. nem azt a tüskét. És amikor mondjuk, mint van egy kapuvas, akkor azt tudod lenyomja, és amikor a spori kimegy, már oda-vissza van tekerve, tehát mindig azokra vissza lehet tekerni, tehát azzal sem megy az idő. És akkor megvannak a kamerák, nézed, hogy melyik. Viszont nem mindegyik van jó beállítva, azt láttuk. Tehát ha a fenti gólkamerát rázumhoz, akkor már nem látod a kapu előtt ért tetejét. Tehát ez a csapatoknak kellene odafigyelni, mert most jöhetnek reklamálni, mondta a Péter, és jöhetnek reklamálni, hogy hát de miért nem nézted? Megnéztem, de nem láttam, mert a kamera nem oda néz, amit feltettetek. Illetve van még leskamera is, de az csak a szlovák bajnokság miatt volt, mert a szlovák bajnokságban az utolsó 5 percben kérhetsz les challenge-et. Az még benne van. Viszont az is úgy van megcsinálni, hogy a harmad alsó részét nem látod. Tehát a kék vonalnak az alsó részét. De ott kell bekorizni az utolsó 5 percben. Ott kell az utolsó 5 percben bekorizni. Teljesen korrekt rendszer, tehát érintőképpen kezd jobbra-balra, nagyítasz, tehát minden ott van a technika, ami kell a bíróknak. Majd valamit elnyomtunk, és tök elfekedett az egész, és akkor mondta, hogy ez az, amit meséltük, hogy kijöttök és nézitek a fekete képernyőt. Az is akkor egy olyan blackout gomb, amit ki lehet nyomni. És akkor utána még elmentünk az öltöző folyosóra, a bírói öltözőbe bementünk, épp készültek a sporttársak a mérkőzésre. Azt hiszem, annyit elmondhatok, hogy az egyik vonatbírónak, az ifjabbiknak is, illetve a kisebbnek lehetett látni a közvetítésre, azért volt egy kis méretbeli különbség a két vonatbíró között. Ez volt az első tévés meccse. Egész jól lehozta, ott volt ugye, amit ilyenkor vinni kell az öltözőbe, és szigorúan nem volt felbontva a meccs előtt semmi. Megtudtam, én azt eddig nem tudtam egyébként, hogy úgy osontunk el a Fradi öltöző előtt, hogy van egy ilyen babona, hogy meccs kezdésig a játékosok nem szeretik a játékvezetőt meglátni, mert elviszi a kabalát, úgymond. És itt úgy van megoldva, most, hogy a Fradi öltöző mellett volt a bírói öltöző, és egy nagy Fradi függönye volt leválasztva. Meg így mentünk el előtte. Egyszer volt National Geographic-on, vagy valahol keresték, hogy melyik a legbüdösebb sportoló edzés után, és kijött, hogy egy jégkorong játékos. Na hát, meg tudom erősíteni, hogy itt a töltöző ajtó előtt elmentünk így bemelegítés után, barátom, az kemény volt. Viszont már akkor beszéltünk róla ott, hogy hát a srácok lihegtek már ott érezni, tehát ki voltak, mint a kutyák mondhatni. Tehát az már a meccs hiány, meg az edzés hiány az már ott azért, én legalábbis úgy éreztem, hogy megvan, meg a Péter is. Úgyhogy nekem kész csoda, hogy amit kihoztak ebből a meccsből, így azok után. Úgyhogy nagyjából ennyi volt így a túra. Ja, meg illetve még amikor bementünk a játékvezető öltözőbe, adott instrukciót úgymond a Peti a kollégáknak, mire figyeljenek, hogyan álljanak bele a meccsbe, és az első harmadban ez látszódott is egyébként, hogy mondta, hogy sok lesz a szöveg, és hát szerintem rá is térhetünk a meccsre, mert más nagyon nem történt, ennyi volt, az öltöző folyoson voltunk. Az első harmadban sok volt a kiállítás, igen. És elég, a Fradi, én azt mondom, hogy nem azt, hogy szarul játszott, mi látunk, idegesek voltak, mindennel foglalkoztak, csak a hokival nem. És már az első harmadban látszott az, hogy amikor a testbeszéd, mikor lemész cserébe, játék megszakításnál, és már úgy korsajázol le, hogy begörnyedve, volt a combodra, és készletett már volt. Az első harmadban nem volt annyi erő, és ez annyira látszott. Volt egy olyan is, hogy megfogta az arany a korongot, vette volna ki
a vonalbíró kesztyűbe, és így ráfogott. Tehát az a 3 másodperc is, hogy várjál mindjárt, mondom, addig biztos, hogy pihenjenek a többiek. Úgyhogy, az sok kiállítása az első harmadban az az volt az idegesség miatt, meg ez a tekintély parancsolás, meg hogy Csíkosban vagyok, én vagyok a főnök. És jó, volt egy nagyon jó jelenet, beszéltünk a Petivel, hogy mondta, figyelj, most jön a pavuk nevelés. És oda hívta a sarokba a Vladó, a Babics, elmagyarázta neki, hogy ilyen nincs. Akart volna reflektálni a pavuk, és abban a pillanatban közben korsiáztak, a Vladó megfordult és elindult a másik irányba. Tehát esélye nem volt a játékosnak, hogy visszaszóljon. Ugye ez az, amit mondott, hogy te vagy a főnök Igen. a pályán. Tehát ez annyira jól látszódott ott, ez annyira jól látszódott. És egyébként megfújkálták azokat a kiállításokat, de végigment a Duma egyébként. Tehát a Bili is csinált egy olyat a első harmadban, talán a harmadikban. Le akarták ütközni, és hátulról rávágott a Mancosnak a lábára. Nem is értettem, hogy miért, mert ment ütközni a Mancos gyerek, Bili beleállt, ő meg leesett róla. És akkor utána ütött, és akkor néztem, hogy minek. Tehát kiálltad az ütközést, és akkor utána még ő reklamált. Sofi is végigdumálta a meccset, tehát ez így. Én azt láttam egyébként, hogy a Mac fiatal sorát, ha ők voltak benne, akkor a fradisok próbálták megtörni ütközésekkel. Uh-huh. Tehát látták, hogy fiatalok, hogy kicsit keménykedjünk, mutassuk meg neki, hogy mi vagyunk a nagyok, és nem jött össze. Nem jött össze, így van. Tehát lekoriszták a Fradit, csak szabálytalanul sikerült oda ütni nekik, és szerintem ez idegesítette őket. Meg ha megnézte nekem, azt tűnt fel, hogy elkezdődött a meccs, tehát az első cserében olyan fizikai hokit akart nyomni a Mac, tehát úgy elkezdte ütni, vágni a Fradit, mondom azért, mert tudták, hogy erről lét, ütközés meg szívja az erőt kőkeményen, hogyha te kapod. És az elején ezt láttam, hogy mentek és csörgött a palánk, ahogy kell. A gólok meg botrányos volt az emberhátrányos védekezés mind a két oldalon az első harmadban. Az igen, azt Mogyi is kiemelte. De tényleg, tehát azt hiszem gondolkodni, hogy a Schleckmann hanyadik gólja volt. Fantasztikus volt a kis csávó egyébként, mondjuk voltak lecsorgók is benne. Azt hiszem a második gól az emberen, és mikor a 4 ember közé bekorcsolyázott, és beverte. Az a tényleg a social distancing meg volt, 1,5 méterről nézte mindenki. Töki, azt akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy a meccs előtt még beszélt a Sporikkal a főnök, hogy ő lemegy szünetekbe is, vagy akkor már hagyja őket? Nem szünetekbe nem megy le. Azt kérdeztem ott, hogy akkor megy le, nagyon nagy baj van. De amúgy nem megy le. A meccs végén, akkor gond meccs végén esetleg. Meccs végén, így van. De amúgy nem. Szünetekben már nem. Okay. Amúgy nem megy le. Úgyhogy ez volt. Ügyes a kisgyerek, szerintem meg kell tanuljuk a nevét lassan, meg hát ugye azért a Sofi tette alá a korongokat. Igen. Meg volt lecsorgó is benne, de ott kell lenni. Így van. Ott kell lenni a lecsorgóra is. Igazából aztán a második harmadban az meg néztünk, hogy milyen hoki van. Az elsőben nem azzal foglalkoztak tényleg, megfújták a 2 perceket, amit kellett. Utána meg mi volt itt a harmadban, így néztünk. Elkezdtem nézni a harmadot, és akkor tud a szó. Időkérdés, hogy mi van. Ja, nem vége a harmadnak. Nagyon, nagyon jó kis, főleg a második harmad, igen, jó, az kifejezetten pörgős. Jó. És érdekes módon pont, amit nem vártam volna én az első harmad után, hogy a pörgős hoki ideje alatt fogja a Fradi megfordítani a meccset. Én azt gondoltam, hogy lassítani akarták volna a játékot, ehhez képest, amikor elkezdett pörögni igazából a játék, és volt egy kis oda-vissza hoki, akkor tudták megfordítani. Tehát, tényleg nem tudom, hogy honnan jött az energia. Még egy dolgot én hozzácsapnék ehhez a történethez, ami igazából az első harmad eseményei alapján, hogy nagyon durva, tehát 4 ember előnyből 3-at bevágott a Mac. Igen. A speciális játékok jó. Ellenben a Fradinak a speciális védekezés az borzasztó volt. Borzasztó volt. De mondd, az a gól, tehát az a 4 ember közé bekorcsolyázott a Schleckmann. Érintés nélkül. Megkapta, bepasszolt neki, puff, kész. Kicsit nem vették komolyan szerintem. Jó, kisgyerek, hogy próbálkozzon. 4-et próbálkozott.
Szolid. De, nyert, igen. De milyen érzés, de ütsz négyet és nem nyertek, hallott. Igen, a második harmadra visszatérve, ott Foci is mondta, hogy a szünetben ugye megbeszélték, hogy a saját játékukat kell játszani, ami a sokat korcsolyázás a Fradinak, csak hát ugye az kell az erőlét is, de valahonnan előhúzták, mert jött. Ja, hát viszont ha hagyod magad, hogy pollánkra toljanak, az még fárasztóbb. Ütközések az inkább emészti. Inkább emészti az egészet. De nagyon jó meccs volt, viszont a tényleg nem bántsuk Dunyát egyáltalán. Nem, mert sokat kapott tőlünk. Hát de ne haragudj, miket csinált. Beütötte a kapu mögül a kapu előterébe a korongot. Az mekkora jelenet volt. Meg kiment a palánkhoz. És közben utána milyeneket védett. Aha. Tehát az ember teljesen a két végletet hozta a mai meccsen. Még a felvétel... Így szoktuk a fejünket, úristen. Még a felvétel előtt pont ezt mondtam a srácoknak, hogy a Brunyával az a legnagyobb bajom, hogy csak bravúr kapus. Tehát, hogy akkorákat tud védeni, hogy az eszed megáll, és olyan amatőr hibákat csinál folyamatosan, hogy az elképesztő. Ehhez még ugye hozzájött az, hogy az első két mérkőzésben, hát mint a teniszben a falról jöttek vissza róla a korongok. Ugye ott az a kapu, vissza, kapu elé visszaadott korongot valami olyan volt, hogy ugye a trapéz szabály miatt még a vonal előtt kellett elérje a korongot, és akkor ott valamit bénázott, és az úgy jött vissza a kapu elé, de igen. De igen, megcsinálta ezeket. Egyenesen a kapu előtt ütötte ki a harmadból a koronát. Hát most valaki keresztbe korsolyázik az üresben. Meg az ember előnyne, vagy nem, ember hátránynál, vagy nem tudom, az ember hátrány volt-e. Hát a kiment a palánk az oldalra. És ő ment be üres kapura a csatár, mert nem tudom ki. Hmm. És ő a két védő blokkolt. Igen. Jaj, a másik piruett, azon meg a gyorsrögt. Rocanov. Milyen szólóba. A spinorámája. Nem így akarta, de megcsinálta. Pont arról beszélni, az LRB-ről beszéltünk a Péterrel, hogy elnézést is hogy megérkezett ide a pincébe most ugye a magyar bajnok, figyelj már a földszintre. Nem a pincé, magas földszintre megállapodtunk, és a Spinorámmal sem mondta, figyelj, ez volt a Spinorám a magas földszintre. Tableten a kikockázta utána a jelenetet, mert ugye ő élőben nézte a tableten, mindent járt, mentett el, amit kellett. Kikockázta, és volt az a pillanat, hogy tehát azt hiszi, hogy maga előtt van a korong, de nem. Mert hogy pont megállította a korongot, és ő így elment, akkor csak fordult vissza. Spinorám. Egyébként én megnéztem most, ugye a Debrecenben 66,6%-kal sikerült az ember hátrányos védekezés a Fradinak, ma pedig 25%-on sikerült teljesíteni, tehát 13 ember hátrányos szituációból 6 gólt kapott a Fradi, tehát valamivel több, mint 50%. Reméljük az idény elején. Ja. Most ez csak azért, semmiféle szemrehányás nincsen, egyik csapattal szemben sem a Fradival, senki. Tehát tényleg azt mondom, hogy ez az idény, ez menjen le, minden másodpercét élvezzük. Ez nekem egy érdekesség, én még ilyen... Az sem baj, ha végjáték lesz. Az sem. Tényleg. Én nem láttam még ilyet, tehát nekem ez nagyon furcsa volt, mert olyat láttam, hogy egy meccsen bemegy minden, de hogy két meccsen, és nem csak azért tudta az ellenfél kihasználni az ember előnyeit, mert jó volt az ember előnyös játéka, hanem mert hagyta a Fradi. Tehát, hogy egy picit olyan volt, mintha akkor pihennének az alatt a két perc alatt a következő 18-ra, ami még hátra van a harmadból. Ugye a tippjátékunk miatt eléggé figyeltük az eredmények alakulását minden szezonban, és szerintem ez egy marha jó bajnokság lenne, ha nem lenne ez a hülye vírus. Az előző két bajnokságra visszanézve, az első fordulók, első kör még lemegy, addig ilyen tenisz eredmények. Tehát addig ilyen komolytalan meccset. Ma is közel volt. A 6-4. De most szorosak. Tehát azért ott tényleg ilyen 7-2, 6-1 ilyeneket néztünk, és most tök jó meccsek vannak. Tehát ez mindegyik beillene PO meccsnek akár. Most néztem, hogy az Eszterig a táblázatában, csak úgy mondom, tehát lement ugye 4 meccs, jól tudom, 4 meccs, abból 3x lett. Egyetlen egy csapatnak van veresége. Így van. Így van. Egyedül a Vasasnak van 0 pontos veresége, tehát x közeli meccsek vannak, és ez a 6-3, ahogy a Peti mondta, az sem volt egy olyan sima 6-3, tehát hogy
Én azt gondolom, hogy tényleg ez egy jó kis szezon lesz, független attól, hogy indul be. És ugye héten elindulnak a székely csapatok is Magyarország irányába. Nagyon várom ugye az igazolások után, hogy milyen játékerőt fognak képviselni, illetve hogy ők milyen állapotban vannak. Ugye nem sokat hallunk róla, hogy náluk lenne fertőzés, betegség. Meg azt se tudjuk, hogy játszottak edzőmeccset, felkészülési meccset, gyakorlatilag zéró információ, ezt se tudom, hogy miért. Neked a lovat, ahogy szokták mondani. Én kíváncsian várom őket, hogy mit fognak mutatni. Én is. Srácok, én azt gondolom, hogy akkor vezessük fel a következő hetet azzal, hogy nem kevés mérkőzés lesz. 8 mérkőzés lesz 7 nap alatt. Most jelzem a szurkolóknak, vagy a hallgatóknak, hogy nem fogunk minden meccsről mindig beszélni, tehát kiválasztunk, hogy mit nézünk, vagy mi az, amit mindannyian megnézünk, és akkor egy-egy meccsről beszélünk, mert ez így esélytelen lesz. És akkor még tudjuk azt, hogy van egy volán mérkőzésünk. Otthon csak behúzzák egy 3-2-vel. Igen, 4-3-mal. 3-2, 4-3, Tom? Hát, 3-4. 4 pontot szerez a volán. 3-4. Ezért az lesz. Hát, itt most alibizünk 2-3 a Klagenfurt. Az meg ellened ment valami, nem? Igen. Tehát az egy vízválasztó mérkőzés lesz. Azt mondják, hogy nem tudok, tehát annyira idióta vagyok, hogy nekiállok keresgélni a jégkorong blogon, meg amit tudom én, hogy mikor játszik a Miskolc, de mindjárt megmondom. Hát, tényleg elképesztő. De nem csak valamikor október 2-án, vagy hogy indul, bár az már jövő hét. Péntek. Igen, azért mondom, hogy jövő hét péntek az már október, és akkor már meccsek vannak. Trencsén ellen hazai pályán, igen, meccsek. Október 2, nem. Így van. 3-1. 3-1. Lehet, hogy nem így jöttem volna, hogy bekiabáltam. Mindegy, megismertem a hangod. Mondja majd legközelebb egy nevet is hozzá. 4-2. 4-2. Tom? 5-3. 5-3. Én pedig egy gála meccset. 6-4. 6-4 a tenisz. Mindenki közte kettő. Figyelj már, nem a Szempressz Agassi lesz, hanem Miskolc. Nem baj, a volánnál is azt mondtad, hogy egy gólszegény mérkőzés lett, és mégis az én 6-4-em nyert, úgyhogy... De az, jó, de az tény, hogy akkor még nem tudtuk, hogy na, szerintem... basszus, két dolog. Na! Hát a mai meccsről nem beszéltünk. Lesz jövő héten vak oldal? A Sofinak a nyakra irányuló, vagy igen. Társa. Igen. Meg ott reklamálták a VIP-ban a Nagy Gergőnek a gól előtti megmozdulását. Igen. Én még annyit szeretnék hozzá csapni ehhez a beszélgetéshez, egy fél mondattal azért rákanyarodtam, hogy sok néző. Tehát volt egy Mac-Deac mérkőzésen közel 500 néző, Debrecenben is 250 néző, sokkal több nem is mehetett be, ha jól tudom, ott korlátozás volt, ugyanúgy, mint most a Tüskében. Tehát, hogy ma is gyakorlatilag telt ház volt, ha úgy vesszük, ugye a korlátozott nézőszám mellett. Ez most annak köszönhető, hogy nagyon rég volt hoki? Szerintem igen, csak nagyon reméljük, hogy ez megmarad ez a... De hát, hogy most mondtad, hogy a hét nap alatt 8 meccs lesz, vagy hogy van? Mennyi volt? 4, 6, 8... 8, aha, 7 nap alatt. Tehát azért azt mindent megtölteni, még ha annyira is, csak amennyire most ugye a helyzet engedi, azt szerintem... Az nem. Szóval, mi volt itt a Sofi ütközésnél, Tom? Most hát annyi, hogy fejre irányulónak tűnt. De nem láttuk pontosan, hogy majd a vakoldalban ez egy jó téma. Most itt nézem a... Meg fogjuk kérdezni ezt is, meg a nagy Biginek a gólja előtt volt a Biginek egy ütközése, amit úgy ott számon kértek a helyszínen, de majd azt is megkérdezzük. Figyelj, szemből vele korcsolyáztak a Bigibe. Ő megállt és megvédte magát, ennyi volt.
Te is ennyi voltál. Nem kiírta a telefonom, hogy alacsony akkufeszültség, vagy mi. De most így próbálom kirassítgatni a Sofinak az ütközését, az nem fejre, mert az csak felcsúszott. Az nem, azt ő testre akarta, csak ugye, hogy berogyasztott a védő, az fölcsúszott. Az egy-két percet ér? Fél szemmel megmondta a Gebei, bazd meg. Azért nem semmi a csávó. Hát ért hozzá. Volt egy pár meccsen. Az semmi, de biztos másképp nézi. Hát az tudja, hogy ő... Tuti. Más szemszögből, nem is más szemszögből nézi, mert ugyanon nézom, de más szemszögből látja. Na. Ez úgy olyan, hogy a szurkolók is, ha úgy de jó helyen állítottam, hogy le kell fényképeznem, vagy megmutatom, várjatok. Akik mi már így viszonylag sok meccset láttunk, tehát tényleg meglátjuk, hogy mi a szép egy cselbe, hogy Albi kiemelte azt a láb közötti cselt, vagy bármit. Ez meg hol van az első érintkezés? Egyáltalán nem fejre. Látod? Ez volt az ütközés? Uh-huh. És akkor ebből ment tovább, és ez lett belőle. Ja. Az testre ment. Élőképpen tökre úgy tűnt, hogy ilyen nyakmagasságban van. Uh-huh. De az testre ment, baszki. Így megnézve. De a kettőt akkor is ér. Nekem. Majd Retje megmondja, igen vagy nem. Nem volt a bot, amikor korongra mentek. Hát, ja. Hogy a Tóth Adrián vagy ki, alacsony egyébként. Jó, nem hát volt a súlypontja is. Igen. Jó, de te meg most nem tudod azt. Mondjuk a szabály az nem így van írva, tudod, hogy 160 alatt vagy 160. Így van. Tehát persze, hogy nem így van írva. A kokárának minden megmozdulása szabályos, érted? Meg 2 méter. Azt hiszem. 3 még a játszik. Akkor a pálcikával, hogy kiér a harmadból. A vonalbíró járó mesélte a balláról, nem a kicsiről, a nagy, akkora csávó. Ha jöttek be melegítésből, ott álltunk az öltöző folyosón. Kori volt rajta, ne felejtsd el. Hogy? Kori volt rajta, ne felejtsd el. A focis bemelegítésből jöttek be. Ja. Nem az, hogy magas. Őserő, és olyan vádlia van, meg, mint nekem a két combom együtt. Sávot így mondom a Gebeinek? Hogy KHM-ben hokizott a sávó. De és ezt fel tudták borítani? Hát nem nagyon. És ő ütközte le a Sofit, az megvan? Sofi miért borult rajta? Az átesett a vonalbíron, a Sofi a csárban így megállt, hogy mi van? Az nagyon nagy volt, az is a harmadik harmad volt. Neki korcsolyáztak, és Sofi olyat borult, hogy azt még reklamált. De az végigpofázta a meccset a Sofi egyébként. Hát most hogy már celeb győztes, most már neki járhat a szája, tudod? Megfőzte a vacsorát. Meg kéne keresni ezt a jelenetet. Tökre kíváncsi volnék arra, hogyha mondjuk sorsolás szerint a szombaton meccse lett volna a Macnak, akkor mi van? Miért? Hát mi volt szombaton? A felvétel. Valószínűleg nem élő adás volt. Az a labbiszról az nem, azt már nyáron felvették. Igen? Mm. Jó van. Jó, akkor is. Akkor nem nézik. Nem nézik. Szuper, és még a közvetítésben megígértette a kommentátorra, hogy bemondja. Ja. Egyébként nekem ezekkel nincsen bajom. Tehát, hogyha ő úgy gondolja, hogy neki ilyen ide el kell menni, akkor menjen el. Nekem azzal van a bajom, hogy... Vagy az asszony gondolta, hogy... Nem, félreértesz, azt se érdekel. Sofi, te ide el akarsz. Hanem, szerintem most még nincsenek itt az ideje. De aztán ki vagyok én, hogy ebbe beleszóljak. Tehát ha a Sofi 5 év múlva szögre akasztja a Korit, és a 6. évben elmennek a tévébe, és csinálják a showt, meg a faszom tudja miket, rendben van. Szerintem így, hogy még ő profi játékos, így nincs itt a... Nem ide tudjuk, való. Ez mennyi időt vett el az ő idejéből, tehát hogy nem hiszem, hogy az edzés kárára ment, vagy a játék a kárára. Én mondanám, hogy egyetértek veled, Szarvi, de abban az országban, ahol egy Berki Krisztián lehet valaki, Nem menjünk ebbe bele, mert tényleg messzire ez a téma, de meg hamar eljutunk a csúnya szavakig. Én még egy dolgot kérdeznék a Szarvitól. Igen. Derbi játéka hogy tetszett ma? Én nem láttam a meccset, tökű. Na, a harmadik harmadba vettük észre, hogy igen van. Pont annyit láttál a derbiből, mint én. Igen. Itt szar volt? Semmi.
Semmi, nem volt a pályám. Tudtad, amikor írtad, hogy hol van az ember, akkor gondoltam, na bazd meg, már megint bejött a jóslat. De utána elment Zicserbe, és majdnem elverte. De gondolom, hát az a baj vele, szerintem az a baj vele, hogy egy elvesztünk, bazd meg egy kurva jó kis játékost ezzel. De tényleg nem. De ne. Tehát azért ne írjuk le az Erste Ligát azért, mert tehát a Terbocs nem biztos, hogy el fog veszni, de a Terbocsban megvan az, hogy ő neki már a mostani korában, a mostani élet ívében már nem itt kéne játszania. Hanem Miskolcon az extrában, vagy a volánban. Igen, a Miskolc neki sokkal nem. Jobb. Hát nem. Vagy külföldön. Nem. Miért? Nem. Miért? Mert nincs meg a mentalitása hozzá. Tehát ha nincs meg benne az, ami a Sopiban megvan, hogy idejövök az Erste-be játszani, és kirakom, amit tudok, akkor ő kevés mindenhol. Érted? Tehát akkor neki itt van baj. Szerintem ütni kéne ahhoz. De ez a mai világban már nincs ilyen. Ha nem megy, jó, hozok másik 8-at, az haladja. Tehát ő nem lesz sehol. Ahogy a harmadik harmadban bekérdezte a Tom a harmadik harmadban, hogy hol van, és elgondolkoztam, hogy láttam-e, vagy sérült. Nem hallottam a nevét. Tehát olyan szinten azt mondtam, hogy ott van. Azért mondtam, de jó, most lesz, hogy két meccsből levonunk ilyen. Ó, persze, nem akarjuk bántani, mert lehet, hogy aztán ő lesz az év védője, meg mit tudom én, tehát nem, nincs ezzel csak baj. Csak nem lesz az év védője, mert csatár, de... Vagy... Még ki tudja. De jó, hogy le van állítva a felvétel. Nincsen még. Nincsen még. Ezt ne vágd ki, ezt nem lesz érteni. Én mindig világítok a felkészületlenségemről, de... És az a baj, hogy nem az a lényeg, hanem mellé szóltál, mellé beszélt. De hogy szerintem ő több ennél, csak valahogy ezt belőle ki kéne hozni. A Balbinak igazam, hogy lehet, pont egy ilyen mentalitás, hogy ilyen beleszarok, vagy ellubickolok, nekem ez is elég. De ennél több az, meg jobb játékos lehetne. De senkit nem érdekel. Ki akarjuk, az kevés neki is. A Duhaj kérdezte, hogy ugye mi többször szegény Terbinek neki mentünk az elmúlt részekben, és a Duhaj kérdezte a kommentben, vagy hozzászólásban, az ugyanaz, ugye? Hogy csak felkészülten. De próbálok, azok számokat én nem mondok, és mégis mellé lövök, látod? Tehát, hogy ő kérdezte, hogy és a Sofinak miért nem máshol lenne a helye? Mert, tehát én leírtam oda, amit gondolok, hogy a Sofi azért már ő letett valamit az asztalra. Igaz, hogy még benne lehet 4-5 tök jó év, de ettől függetlenül a maximálisan igaz az, amit Szarmi mondtál, hogy ő itt, az Erste-ben is oda teszi, kiteszi az asztalra. Én mondtam, már megint elbasztad, de mindegy. Nem is az a lényeg. Nem is az, hogy a csávó. Hanem, hogy én sem mondtam, hogy a Sofinak se itt lenne a helye. Több ennél ebbe a bajnokságból, ő kilóg. Csak ő valamiért meg akarja mutatni, más mentalitás, kész. Pedig 5 évvel idősebb egyébként, kb. De a Sofi meg a Tüsi mondta, hogy nem menjenek sehova. Figyelj, a Sofi más mentalitás, az odáig rendben van. A Sofi, és ezt most pozitív értelemben mondom, a Sofi egy jó széke, egy csávó, akinek nincs olyan, hogy elvesztett korong, nincs olyan, hogy elvesztett mérkőzés, nincs olyan, hogy elvesztett főzőműsor, nincs olyan, hogy elvesztett bármi. Érted? Én nagyon sok széke gyereket ismerek, és nem tudnak veszíteni, és ezt tök pozitívan mondom. Benne maximálisan látom ezt. A Terbi, tényleg azt gondolom, és lehet, hogy meg fognak kövezni, és lehet, hogyha egyszer majd szezon vége felé megválasztják az év védőjének, akkor majd ti köveztek meg engem. Nem tanul. De direkt mondtam most a védőt, baszki. Azért mondom. Hogy, lehet, hogy tévedünk, hiszen nem értünk hozzá, csak szeretjük a jégkorongot. De... Várjunk a meccset, és akkor majd megint vitatkozunk. Jó, majd beszélünk róla mondjuk október végén. Figyelj, most nézzük csak az Erste Ligát, az eredmények.com-on, Sofi 9 pont, 4 gól, 5 assziszt, Schleckmann 5 gól, 3 assziszt, Nagy Krisztián 2 gól, 5 assziszt. Terbocs 3 meccsen, és 3 pont, 3, az mind a 3 assziszt. Mondtam, hogy egy pont körül meg fogja csinálni, csak szerintem több van benne a palliban. Két és feles pont átlagot kéne hoznia. Igen, hogy nem hozza ki magából, azt szerintem
Most, hogy a felkészületlenségünket igazoljuk, fogalman nincs, milyen sorban van, hogy esetleg az... A kettedik sorban tolja. Ja, csak, hogy kivel nem van. Nem tudom, én szerintem. Hát ott kéne neki vezérnek lenni, mindjárt mondom, hogy meg van nyitva. De hol van ez a Ferencváros Macúj Buda hosszú után? Azt mondja, hogy összeállítások. Mondjuk már nulla pontot hozott azért. Na, összeállítások. Akkor mondom, jó? Tehát... Bugár, Csollák, Brenz, Kreisz. Brenz, Orbán, Kreisz. Ennyi. De azért ez nem egy rossz sor. Ebben lehetne hozni. Ebből ki lehetne menni fölfelé, pláne egy Brenz Orbánnal, egy Bugárral, Kreisz Bruno, nagyon ügyes. Tehát én azt gondolom, igen, tehát a Macnál a Terbócs már nem a vízhordó szerepet kell, hogy betöltse, vagy a lelkes kis fiatalt. Neki ott egy kicsit többet kéne hozzátennie, neki kéne vinni ezt a sort, vagy meg a Brenz Orbánnak. Lehet, hogy a következő... Megnézed, az az első sor. Tehát assziszt, gól, kész. Világos, és akkor mész le. És Garázsnak véletlenül van egy asszisztja. Bent volt az első sorban, ember előnél, vagy valahol. Tehát, hogy nem azzal van a baj, hogy ő itt maradt, hanem most már azt mondom, hogy azzal van a baj, ahogy. De ezt csak három meccs alapján mondom, tehát még itt még nagyon sok víz lefolyik a Dunán, nagyon sok mérkőzés lesz, jövő héten is lesz a Macnak. Kettő meccse, egy szereda, meg egy Brassó meccs, tehát még bármi lehet. Na, én azt gondolom, hogy aki eddig meghallgatta, annak nagyon megköszönjük a figyelmet. Ebből nagyon sokat vágjálik ki majd. Ebből nagyon sokat ki fogok vágni majd. Tehát köszönjük a figyelmet mindenkinek, aki eddig meghallgatta. Hamarosan újabb vakoldal résszel, és reményeink szerint egy-másfél héten belül egy újabb kisles résszel jelentkezünk. Addig is mindenkinek kellemes napot, estét, éjszakát. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!